Halló, visszatértünk. Hello, mi a helyzet, mi a helyzet? Tehát, gyorsan bele is vágunk a matematikába, és új dolog érkezett ide, kérem szépen, a Vanablokra, a Neptunitin. Summer Event, Farmer, itt már megnyitottam, és azt mondja, hogy köszöntelek, tarifnya, tudnál nekem segíteni? Ígérem, értékes jutalmakat kapsz. Szükségem lesz X10 eszköztár répára, és ahányszor juklikkelek rá, kiír 55 per 23.040. Na most annyi reppa kellene neki? Hát hogy vegyünk egy kicsit. Van nálam 55, ugye? Hűha! 23.000 répa kell neki, de igazából hát van pénz, tehát ezt gyorsan meg is nézzük, hogy mit fog nekünk adni. Benyele az összeset, és voilà! Nice! Ez répa kell neki. Bánya. Bányában tudsz tokent, valamint értékesebbnél értékesebb érceket farmolni. Bánya, ládák, bánya. Nézzük meg a bányát. Tokent farmolni. How? Ez csak így ír a gyerekem a tokent, vagy... Úgy néz ki, hogy nem. Mindegy, mindegy. Per, van mobcoin is. Mobcoins. Mobcoin... Help, mit tudok vele csinálni? Igazából nem tudom. Per spawn. Nézelődjünk még itt körbe azért. Itt vannak a jutalmak, a napiládásos dolgok. Igen. Mobcoin az ellenséges szörnyek megöléséből tud szerezni. Summer Event. Az event nyár végéig lesz elérhető a szerveren. Folyamatosan bővülő küldetésekből értékes jutalmakra tehettek szert. Igen, növények, építelemek értek. Ládák is. És ennyi. Hát igazából nem tudom, hogy itt van a Summer Crate. Aha, csomó spawnet lett, token, metal loot boxod, upi, summer crate. Sok pénz, summer kit, egyszerű. Hát ez valami nagyon OP lehet, bár örülni Kovácsnál, se tudás erre, Kovácsnál, biztos. Nagyon OP lesz, az a tudsz muszli akkor, volt valami name tag? Ott is van, és már csak egy icipici jeladás kell. Körülbelül sikeresen kaptál 3000 Silverfish spawner tőle konzol, ha már elvégezted a küldetéseket. Ja, ma már elvégeztem a küldetéseket, tehát akkor ma már nincs több. Tehát minden nap új és új jutalmakat kapok. Na de, per shop, a Silverfish mit ad? Az a jó kérdés, ugye? Per island. Mondjuk azt, hogy én ide leszpawnolom a komákat. Várunk velük egy kicsit, Per Island Upgrade, addig megnézzük. Mob Drop. Ott van a Silver Fishy Fishy. És akkor ha levágom a nyakát, Flint, rengeteg Flintet. És azt mondja, hogy a Flintet el lehet adni. Nem lehet eladni? What? Mob Dropok, Mob Dropok. Úristen. A Flint a legértékesebb. Mik az meredek? Én pont egy hely van neki, de jó! Per shop. Spawnereket lehet-e vásárolni? Vagy hogy kell vásárolni? Még kapunk választ a csötön. Addig kinyitjuk a négy ládát. Ó, tehát ez egy újítás. Spawnereket csak nyitni lehet, vagy mobcoinból venni, per mobcoin shopban. Köszönöm az infót. Kulcs árus. Ó, kulcsot lehet pénzért venni, tehát mennyi pénzet lehet venni egy Vulcan Key, 1 millió, 10 millió, 100 millió, 1 milliárd. Az a biztos, hogyha vettem még egyet. Aha. Meteor.
Eladó per chunk idé. És akkor diamond, pénz és skeleton. Tehát akkor ezek a spawnerek most már nagyon értékesek lesznek a számunkra. Bele is helyezem a skeletont a skeletonba. És amire kíváncsi vagyok, hogy mobcoin. Most levágom. Nem adta ide mobcoint. Szerintem csinálok ide egy ilyen kisebb platformot. Leszpónolt mobok nem adják a mobcoint. De majd kiderül. Teszteljük le, ennyi spawner. Spawner, ennyi spawn területtel, hogy mi a helyzet, mi a helyzet. Addig elkezdjük darálni egy icipicit a main blokkot, közben felszedjük a tudjokat, már nem tudjuk, hogy... Hát gratulálok, bácsi, bácsi, gratulálok. Ott van egy skeleton. Levágjuk a nyakát. Nem akarom lelökni. Úgy. Áú, kivitte a fülemet. Tehát akkor egy mob droppert. Jó lesz, ha építünk majd egy hat álmasat. Azt hiszem. Egy mobcoin egyenlő szilveszi spawner. Aha. Tehát három. Csak egyszerre 3k szilvefés lehet venni. Aha, köszönöm. Tehát akkor 3k mobcoint kell venni is. Ilyen drágák ezek a dolgok. Egy inventory búzaja érdekel egy tért. Hát de... Shop, növények... Búzát csak venni lehet? Ugye eladni lehet? Oh! Az viszont nem rossz, nem rossz, hogy csak venni lehet. Szavasz megfulladt. És kell nekünk egy fajta blokk, amiből meg fogom építeni a hat halmas farmot. Hát fával nem lesz gondunk, mert azt tudok vásárolni, mindent tudok vásárolni. Milyen blokkot használjak? Diorite-ból építkeztünk, most ilyen van. Maybe. Why not? Miért is ne? Tehát. Üdv! Üdvöz, légy! Jó PvP-s fok! Jó neked! Kiépültünk a sarokig. Hogy akarom én ezt megcsinálni? Na várjunk! Ez lesz az alapplatform, ez fixen ez a fal. Fal, 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 fal. Fal, fal. És ugyebár... Mint egy másik szerveren, ahogy én építettem, három blokk, tehát akkor itt ez így végig leső rész. Így. Így, ez lesz az alaplayer. Innit feljebb fog épülni a mobos rész. Úgy. Három kezdés, csak miatt jöttem fel ide, mert láttam, jött van. Oh yeah! Szeretjük az ilyen visszajelzéseket. Thank you, üdvözlégy légy a csapatban, vagy se van. Tehát akkor ide fog lesétálni a mob így magától. Boom. Tehát akkor azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és itt a 8. Prima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és itt a 9. Tehát az a fal. Azt hiszem, ez így jó lesz. És aztán majd kiderül, hogy mi a helyzet, mi a helyzet. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc és a 9. blokk, azaz a fal. És jön az építkezés. Igen, ez megvan. Most jött a vízi víz. Olyat kell nekem csinálni, hogy... Itt lesz az a dupla lefolyató, lefolyató. Dupla lefolyató? Ja. Dum 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 dum. Itt lesz az a terület, ahol what? Ghost block.
én magánéletre kell. Azt mondta, hogy én vissza megyek oda. Nekem az a hely tetszett, és nem állítasz meg benne. Csak, hogyha duplán kizetsz. Jó, tehát akkor megvan ez a benti lér is, ez nagyon fontos a farm efficiency érdekében. Tehát a farmnak a gyorsaságát tartjuk szem előtt, és azért kell egy ilyen layer is. Mindjárt el is mondom a lényegességét. Tehát itt is az a felállás van, hogy három sétálási rész, trapdoor, trapdoor, és leesnek ide, és a víz folyam ide fogja nyomni őket. Enderman nem spawnolhat, tehát nincs gond. De ugyanazért, ugyebár láthatjuk, hogy mekkora területünk van nekünk, és ha csak a külső részre spawnolhatnak, akkor rengeteg spawn területet fogunk veszíteni. De mivel én kihasználom ezt a területet is, itt a középsőt, ezáltal egy ilyen plusz ilyen hármas pathway-t biztosítok arra, hogy spawnoljanak a mobok. Tehát értékes spawn területet nyerek ezzel, hogy én így befillelem a középső részt is lényegében. És igazából lehetne kettes is, és akkor is jól működne a farm, de én most hármassal csinálom az ipart, mert ez így jobban tetszik nekem. Bár nem tudom a... mi mennyire meg lenne a tökéletes matematika, hogy a kettőször akármennyi pathway, vagy a háromszor akármennyi. De hát nekünk most a háromszor akármennyi marad. Jó, ez megvan, bejövünk ide a középső részre. Ugyanazt megcsináljuk, amit a belső részen. Hú, és jó sok meló van még ezzel hátra, de igazából csak teszt erejéig fogjuk megépíteni egy-két léját, hogy működik-e. Várunk egy jó 5-6-7 másodpercet, hogy legyen ideje a muboknak leszpónolni. Ó, de finoman jönnek! Két creeper! Ó, és ez csak egy layer? Nyíl. Ettől még többet kell építenem majd, hogy perfect legyen a farm, vagy kettőt még minimum fel kell rá húznom, hogy elég jól termeljen. Kivétel, ha van mobcap, mert akkor fölösleges lesz az egészet, úgy szinte megépítenem. Ránk jött egy teleport, egy másodperc, csak meg akarom azt fejezni. Elbukta sok blokkokat, felrobbant a nyakamba a creeper, akkor mindegy, akkor ez egy jel volt, hogy fogadjuk el, hello? Nice. Nice. Tehát akkor ezzel meg vagyok. És akkor most ide lejövök. A mobkainokat nagyon kapom, csak hangos. De viszont ha én tálni fogok, és eltűnnének. Hello, Phantom! Leváglak! És így van. És itt megállnánk. Itt megállnánk. Akkor várnánk, hogy jöjjenek a mobok. Na hadlám, hogy jönnek. Hát, gyere már onnan, láma! Tehát akkor nézzük a mobokat, hogy jönnek. Nagyon finoman jönnek lefele a dropperből. Olyan, de finom, még a pók is lejön. Akkor csak le tudnak szépen jönni. Jó, még nincs megcsinálva rendesen a dolog, hogy meg tudjam itt őket ölni. De azért elég szép sebességgel jönnek. Közben meg egy írrépet nyomattunk, mert nem hallok belőle semmit. Úristen, mekkora jó. Szerintem működik a farm. Szerintem elég rendesen működik a farm. Hűha! Most ide jövök, szeletelek. Hű, gyerekek! Mi van itten, kérem? Gyöngyösen. Loptam a kardot!
Jó, ez itt még sül, addig rátépézünk. Nem oda. PTP. Ups. Eszembe jutott a neve. De miért egyesével? Mobcoin farm, ugye? Hát jó van. Én nem laggoltam a szervert. Ott van egy zászló. Nem. Guardian nem. Esélytelen. Ásd el magad most. Hey! Iron blockot amúgy... Miért nem tettek ide bele? Akkora király lenne pedig. Amúgy nem. OP lenne. Íg, jémálkívás, fenálvásás fajta adott. Hát menjek az utcára, azt lopjam el a villanyoszlopot, vagy mit csináljak, hogy vasam legyen? Hát komolyan mondom. Ez hülye. Megvan, bam bam. És akkor... Ó, oh, elszámoltam, hát ehhez több kell. És igazából ezt rátehetném így. Anvil, anvil. Bam, bam. Prima. What? Hogy lett itt ilyen? Úristen. Írrép. Ide ki kell tennem az írrép veszélyt. Jézusom, mennyi mobcoin. Hát ez nagyon írrépes. Mit vegyek le? Master volume? 3-2 egy írrép veszély. Ej! Ne hangos. Mit üt kicsi zombi? Jó van, itt abba hagytuk ezt az epizódot. Jó napot kívánok minden kedves kalácsnak. Minden kedves szalámit üdvözlök újra a csatornán. Pacsóan, hello, viszlát. Egy kis írrépet kapjatok már még. Egészségetekre. Ez a nyár picsájá. Yeah.